Na, szevasztok mindenkinek, Ali Ali, én Bláj vagyok, és szeretnék egy egeret bemutatni nektek, az Alienware-nek a legújabb egerét, a 2022-es új perifériáját, a 720 M-et. Itt látható a doboza, Alienware 720 M, ebbe a dobozba kapjuk meg, mindenféle szépség rá van írva az oldalra, nagyon nagy DPI, meg minden. A DPI az még szerintem a mai napig egy ilyen marketing fogás, amit nem teljesen értek, hogy 26 000-es DPI-t ki az, aki ki tud használni, tehát igazából ezzel nem is foglalkozunk. Ezt a csodálatos nevet kapta, hogy Trimode. Azért van Trimode Wireless Gaming Mouse, mert tehát adja a nevéből, hogy háromféleképpen tudjátok használni. Az első módja, hogy használhatjátok vezeték nélkül, használhatjátok Bluetooth-on keresztül, és használhatjátok kábelesen. Mind a háromféle módszert mindjárt bemutatom nektek. Na, akkor nézzük is meg, hogy mi van a dobozban. Akkor a doboz tartalma először az egér, ami igazából így néz ki. Szerintem nagyon jól néz ki ez az egér, eléggé tetszik, és nagyon hasonlít ugye ez a design, ez a kialakítás ugye a mostani profi gamer egerekhez, tehát igazából hogy az Alienware-nek a régi egere az így nézett ki, akkor igazából lehet látni, hogy ez a mostani style, ez mennyivel változatosabb. Egész jól kitalálta az Alienware-re, hogy most már nem kell igazából túl extrázni a dolgokat. És akkor most megcsinálták, hogy így nézzen ki ez a mostani legújabb egerük. Tehát egyszerre benne van az egér. Ezen kívül benne van mindenféle papír, ami ugye kell az egérhez, és van egy ilyen Alienware 720M-es kis dobozunk, amiben vannak a legjobb dolgok, amik kellettek ez az egérhez. Nem tudom, ez elég ilyen kis prémium nézetet adott nekem, amikor ezt először megláttam és kibontottam. Itt lehet látni mindenféle kis kütyüt hozzá, tehát van itt egyszer egy kis dongle. Ha szeretnéd használni, igazából ez a kis USB kell hozzá. Itt van egyszer egyik oldala, itt van egyszer másik oldala, itt van ugye a felirat, hogy 720M, és akkor ez ugye USB-C-s, tehát ezt egyszerűen igazából beledugod a gépedbe, laptopodba, bármitbe, ahol szeretnéd használni, és tökéletesen működik az egér, semmi más nem kell vele csinálni. Okés. Van hozzá egy ilyen kis adapterünk, ami mutatni a töltője, meg van egy másik érdekessége is, tehát ezzel is tudod egyszer tölteni. Tehát van egy ilyen adapterünk, van egy kicsi kis szerkezetünk, ami tényleg olyan kicsi, hogy nem is tudom, hogy rá fókuszálni a kamera. Ezt igazából az egérnek az elejére be lehet dugni, és ezáltal fog működni ez a töltő. Ezt is mindjárt megmutatom, és akkor még itt a negyedik kütyű, az pedig egy ilyen kis kiszedő kapocs, az előző kis mágneses dolgot ezzel tudjátok kivenni igazából az egérből. Jó, tehát igazából a doboz tartalma az ennyi. Minden itt van az asztalon. Tehát itt van egyszer egy egéred. Én biztosan úgy használnám ezt, hogy fogod, ezt a kis mágneses USB-t egyszer ide bedugod. Ez azért jó, mert így simán tudod úgy használni az egeredet, hogy fogod, és ami van ez a vezetéknél töltő, csak szépen ide hozzáérintett közel, és mágnesesen rá cuppan, és akkor igazából nagyon egyszerű, el is felejtettem mondani, hogy van még egy kábelünk hozzá, egy USB-C, és egy sima USB, ez nagyon jó kis anyag volna ez a kábel, ez nem hiszem, hogy így el tud törni, tehát a lényeg, hogy itt van még egy USB-C kábelünk, amit bele tudsz dugni egyszer ennek az aljába, ezáltal ugye tudod tölteni, és hogy a gépedet így is érzékelje, tudod egyszerre tölteni, és meg ugye ezt a másik USB sticket be tudod dugni ide, ezáltal működik az egered, érzékeli a géped, és egy USB kábellel van összekötve az egész egér, tehát mondhatni így néz ki az egeret, hogy tölteni szeretnéd, de tudod használni töltés közben is. Az egérnek az érdekessége az, hogy amint jelez neked, hogy tölteni kellene, brutál gyorsan feltölt, és a dobozára ilyen, nem akarok hülyeséget mondani, tehát pontos számot fogok mondani, a dobozára az van írva, hogy 140 órát vezeték nélkül, és ami nagyon durva, 420 órát tud Bluetooth-osan. Tehát, hogyha Bluetooth-osan használod az egeret, az alján vannak gombok, itt tudod állítani, hogy éppen hogy akarod használni. Ebben a legalsó nézetben tudod használni ugye vezeték nélkül, van egy középső fázis, úgy tudod használni Bluetooth-osan, és hogyha teljesen felhúzod, akkor úgy tudod megkerestetni a laptopoddal, vagy azzal a Bluetooth-os termékeddel, amivel össze szeretnéd csatlakoztatni. A másik ugye a kibekapcsoló gomb, és akkor itt van még egy DPI állító gomb, amit igazából az egér aljára raktak. Nem teljesen értem, hogy ki az, aki éppen az egér alját fogja nyomogatni, hogy DPI-t váltson, meg nem is értem, hogy alapban miért akarsz DPI-t váltani, de mindegy, van egy ilyen is. Jó!
Amit még a dobozán van, ami nagyon fontos információ, hogy gyors töltő van benne, ami azt jelenti, hogy 5 perc töltéssel 20 órányi játékidőt tudsz tölteni, vagy használati időt, tehát elképesztő. Az az aksia, az előző egérnek is brutál jó volt, tehát ennek is biztos vagyok benne, hogy brutál jó, mert több mint egy hónapja használom az egeret, tehát tényleg ezt tudom róla elmondani, hogy igazából 2 hetente kellett rárakni egy picit a töltőre, és igazából nem kell attól félni, hogy neked most a játékmeccs alatt le fog merülni, hogyha igen, akkor mondom, hogy pár percre rárakod a töltőre, és akkor simán megy tovább minden. Jó, tehát igazából ennyire egyszerű, gyorsan feltöltöd, igazából lehet látni, hogy ez a mágnes ezt tényleg fogja rendesen, le tudod szedni, és akkor igazából így tudod úgy használni, hogy itt szépen odébb tolsz minden kábelt, és akkor itt van, csak szimplán bekapcsolod, és akkor tökéletesen működik, már a géped egyből felismeri, és látszódik is az Alienware Command Centerbe az egér. Jó, ennek az egérnek az érdekessége, hogy az egérnek a jobb oldalán, illetve a bal oldalán is láthatunk 2 gombot. Én erre pontosan nem jöttem rá, hogy ha valaki jobbkezes, akkor ugye nagyon könnyen ide ráesik a fogásod erre a 2 gombra. Viszont ahogy én fogom az egeret, egyszerűen azok a gombok pontosan ott vannak, hogy azokat nem tudom benyomni. Tehát ha még akarnám, se tudnám benyomni, ahogy fogom, én nekem nem ér hozzá a kezem. Én ezt akárhogy néztem, arra jöttem rá, hogyha valaki balkezes, akkor neki ez ugyanúgy oda rááll. Tehát én ezt nem merem 100%-osan kijelenteni, de én valahogy úgy érzem, hogy ez az egér ez ilyen jobb és balkezes, és teljesen jól tudja használni egy balkezes ember is. Ha megnézi az emberek, akkor igazából tényleg teljesen szimmetrikus az egér, tehát teljesen simán lehet tényleg balkézzel is használni. Én ahogy használom az egeret, a jobb oldali gombokat még egyszer beállítottam, hogy tudjam használni úgy, hogy az egyik játékban valamit beállítottam rá, viszont nem esik egyáltalán kezemre, hogy benyomjam, tehát azokat egyáltalán nem tudom használni, és amúgy nem olyan könnyű benyomni őket, hogy most így éppen mozgatod az egeret, és akkor benyomod, tehát amiatt nem kell félni egy másodpercig sem. Okés. Az egérnek a kialakítása igazából lehet látni, hogy itt a bal és a jobb kliknél van egy ilyen kicsi mélyedés, hogy teljesen jól ráfeküdjön a kezed az egérre. Teljesen jó érzés az egéret használni. Igazából hangja az ennyit az egérnek. Jobb klik, bal klik, görgő. Ugye bal oldali gombok, jobb, bal. Ennyi hangja van. A másik oldalt ugyanaz, semmi extra. Tehát igazából mondom, nagyon könnyű az egér. Nagyon jó, és akkor megmutatnám az Alienware Command Centert, hogy mi mindent tudtok állítani az egéren belül. Jó, akkor itt igazából, hogy most ugye nézitek ezt a Command Centert, hogy megnyitjátok, ugye szépen egyből ezt a felületet látjátok, és akkor itt a jobb felső sarokba, az FX fűre, hogyha rámentek, akkor itt látjátok, hogy éppen a billentyűzetet akarjátok állítani, vagy éppen az egeret, de azt látom, hogy éppen jelenleg hány százalékon van, és akkor itt vannak bal oldalt a gombok, amiket tudsz használni. Rámész az editre, akkor egyből látod, hogy a színezését tudod átállítani, hogy hogy nézzen ki. Be tudod állítani, hogy fix színe legyen, vagy különböző ilyen színkavalkád legyen, folyamatosan változik a szín, vagy éppen mint a lélegezne, ezerféle variációja van. Nekem egy színű, gyönyörű szépen kéken világító, hogy ugye az egérpad is kék, tehát ezen nagyon nem is gondolkodtam. A háttérben így is van elég szép zöld szín, okés, tehát ez itt egyszer egy kék, mindenféle szín be tudtok állítani, ez egyszer szuper, nagyon jó. Van egy ilyen fülünk, hogy makró. A makrónál mielőtt először megijednétek, ez nem olyan makró, amivel igazából a PUBG bant adna neked, hanem igazából itt teljesen személyre tudod szabni azt, hogy a bal klik, a görgő, a jobb klik, az oldalsó két bal gomb, oldalsó két jobb gomb mit csináljon. Itt, hogyha megnézed, akkor itt lehet látni a makrókat, hogy éppen milyen előre létrehozott gombok vannak, de nyugodtan te bejöhetsz ide a pluszjelre, saját makrót tudsz magadnak csinálni, milyen gomb kombinációkat akarjál használni, vagy hogy éppen egy ilyen makrót elindítasz, és akkor tényleg itt akár szöveges üzeneteket, bármit rá tudsz erre nyomni, és akkor ahogy egy ilyen makrót létrehoztál, azt csak megfogod, és ráhúzod éppen arra a gombra, amire szeretnéd használni, és akkor tökéletesen ez már működik is, tehát ez van olyan egyszerű és nagyszerű. Okés. Úgyhogy itt megyünk tovább egyet a beállítások fűre, akkor láthatjuk, hogy mi minden van itt. Igazából lehet a dupla kicknek a sebességét állítani, az, hogy mennyit tekerjen, és itt a DPS settingsnél ugye be tud állítani azt, hogy igazából úgyse fogod váltogatni, tehát azt a 4-et ki lehet kapcsolni, egyet akarsz csak használni, azt én 800-an használom. Van egy ilyen kalibráció, ez a LOD, ez azt mutatja meg, hogy az egeret milyen magasra emeld meg, hogy a
az egér, a szenzor az már ne érzékelje. Én ezt egy milliméteren használom. Az update fülön, hogyha valami update érkezik az egérhez, akkor ugye azt tudjátok frissíteni, jelenleg ugye ez ugye a legfrissebben működik, és akkor igazából itt már körbe is értünk, tehát ez igazából szerintem eléggé adja magát, eléggé könnyen lehet használni ezt a programot, és akkor igazából itt mindent is be tudsz rajta állítani. Amit még itt fontos megemlíteni, hogy az alján lehet látni ugye ezt a négy kis ilyen csúszás segítő talpat, ugye kettő van itt alul, egy középen az a kis karika, és még ugye fent van egy ilyen kis rész, és amióta használom, tényleg teljesen jól csúsznak, nem lehet látni semmilyen nyomát, hogy az egyiknek a széle feljönne, vagy kopna, vagy bármiféle baj lenne, tehát igazából teljesen pozitív véleménnyel vagyok az egérről. Negatívumként tényleg nem tudom felhozni egyáltalán azt se, hogy a jobb oldalán ez a két gombit lenne, hogyha balkezes vagy, szerintem tényleg ez egy tök jó balkezes verzió. És akkor még egy dolgot szeretnék megemlíteni az EGR-ről, a személyes véleményemet és a tapasztalatomat elmondani róla, hogy minden játékban tökéletesen működött. A PUBG-nél egyetlen egy dolgot vettem észre, amit ebben a videóban mindenképp meg szeretnék említeni, az az, amikor valakit éppen a PUBG-ben előttél, és ugye a bal oldalt megjelenik a sok lootja, és azokat te ki szeretnéd lootolni, tehát bal oldalról jobbra éppen egy nagyon picit ugye át akarod húzni, és ezt a mozdulatot ugye nagyon sokszor gyorsan hajtod végre, nagyon fontos, hogy az EGR az teljes terjedelmével ugye maradjon az egérpadon, mert amint egy picit oldalra elmozgatod, és ugye ha ezt ugye sokszor csinálod így jobbra-balra, akkor lehet, hogy egy picit, ugye ahogy ez egyik irányba egy picit elmozdul, akkor ugye a szenzor, hogyha nem úgy fekszik fel, akkor nem úgy érzékeli, és akkor ott néha el szokott csúszni így az egér, tehát ezt az egyet vettem észre, hogy amikor így jobbra-balra piciket kell lootolgatni és húzni, mozgatni az egeret, akkor ott azért volt egyszer-kétszer, hogy elszaladt az egér. Ez valószínűleg azért volt, mert az egyik oldalra egy picit eldöntöttem az egeret, de igazából az összes többi játékban sem ilyet nem vettem észre, meg a PUBG-be se vettem észre bárhol bármi mást, ami probléma lett volna. Tehát ez az egy kis apró negatív dolog, amit el tudok mondani az egérről, amúgy minden szuper és nagyon tetszik, tehát bátran tudom ajánlani nektek, hogyha ilyen egeren törítek a fejeteket, és beírjátok az árukeresébe, hogy Alienware AW720M, biztos vagyok benne, hogy meg fogjátok találni, és akkor a legolcsóbb helyről meg tudjátok venni. Ennek az egérnek az ára igazából vetekszik a többi márkának a professzionális vezeték nélkül egérével. Itt viszont tényleg ugye azt kell tudni, hogy ez az egér tényleg egyszerűen és gyorsan használható három különböző módba, tehát itt például te konzollal akarod használni, vagy a tévéden, tableteden, laptopodon, gépeden, bármit meg tudsz csinálni, és nagyon egyszerűen gyorsan csatlakozik, és tényleg brutál időtartam még bírja. A bluetooth-os verzióját nem próbáltam ki, tehát arról nem tudok nyilatkozni, de mivel tényleg vezeték nélkül simán tartja azt, ami a dobozon van, így valószínűleg a bluetooth-os verzió is teljesen valid lehet. Az lehet, hogy bluetooth-osan egy pici delay van benne, de ha éppen te nem játékra használod, hanem éppen csak szörfözöl az interneten, akkor lehet, hogy igazából ugye az se probléma, ha meg játékra akarod használni, akkor ugye ott van a wireless funkciója. Én is az egeret fullosan wireless-esen használom, és tökéletesen működik, egyetlen egyszer sem éreztem azt, hogy most nagyon kihagyna, vagy hogy vezetékesre kéne, hogy kapcsoljak. Én nem szeretem már az egereket vezetékkel használni, tehát amint lehet, mindent wireless-esen használok. Itt ugye megnézhetitek, hogy itt van a régi Alienware füles, ez is vezeték nélküli volt. Itt van ugye a legújabb Alienware fejhallgató, ez is vezeték nélküli, csak éppen töltöm. A következő videó az erről a fejhallgatóról fog szólni, ugye itt az elődje mellett itt szépen itt pihen. Hát igazából ez lett volna ez az egér bemutató. Bárkinek bármi kérdés van, nyugodtan írjatok kommentet, vagy keressetek fel Discordon, keressetek fel streamen, ahol igazából minden hétköznap streamlek, és akkor tudok nektek további kérdésekre választ adni. Jó, köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, legyetek jók, további szép napot, sziasztok!